Támogatónk a kiemelkedő minőségű szilkolén kenőanyagok forgalmazója a Fuchs Oil Hungária. Egy csomó olyan motorkerékpár van a világon, amelyeket nem a praktikusságuk miatt szeretünk, hanem azért, mert egyszerűen jó rájuk nézni, és tök bulis velük motorozni, és ehhez nem kell sem lóerő, sem fantasztikus futómű, sem semmi a világon. Erre egy tipikus példa mai tesztalanyunk, a Brixton Crossfire 125XS. Mondjuk úgy, talán ez csak a saját ideológiám, hogy extra small, vagyis extra kicsi változata a Crossfire családnak, amelyik tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy ilyen Honda Monkey utánérzet, de annak egy egészen különleges, ilyen kis offroados és végtelenül bulis változata. A motornak a legnagyobb pozitívuma az a design, ami minden egyes részletet végig kísér rajta. Ugye már említettem ezeket a bütykös, ballonos gumikat, az első emelt sárvédő, ez az egész kis fejidom a ledes első lámpával, a nagyon széles, a motor méreteihez képest optikailag nagyon széles kormány, itt középen ezzel a szivacsos ilyen BMX-szerű vagy enduro-szerű kis betéttel, a tök szögletes tank ugye rajta, a kifelé domborodó XL, ami ugye a Brixtonnak a jele, és ez az X egyébként egy csomó helyen megjelenik, a baromi méretes fékpedál, ez a stílusos kipufogó, a nagyon jó kis végkidörrentővel, de hogy minden részletében benne vannak ugye ezek az apró kis design elemek, például még itt a hátsó sárvédőben is a Brixton embléma az megtalálható, tehát hogy minden egyes részletét igényesen csinálták meg, és ugye az egészre egységében ránézni és tök buli, meg a különböző részegységeket végigmazsolázni is, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy főleg a motorárához képest egy meglepően nagy esztétikai élmény. Ez az egészen picike extra small Brixton, ez egészen jól elboldogul a földutakkal is, hát nem egy enduro, tehát senkibe föl nem erüljön, de a kis 110 kilós súlya, meg a kis enyhén bütykös gumiaival, amik egyébként aszfalton nem annyira virítanak, de így földúton zseniálisak, azokkal nagyon jól el lehet boldogulni, tehát mondjuk horgászni elmenni, telekre kijárni, meg ilyenek, arra teljesen tökéletesen alkalmas. Az ilyen egyszerűbb hepehupákon, ilyeneken, azokon tök vidáman lehet menni, erdei barangolásra, hasonlókra, abszolút mértékig alkalmas. Annak ellenére, hogy a motor külméretei nagyon picik, nincs 170 centi a teljes hossz, baromi rövid a tengelytáv, stb. Stb. Az ülés magasság az nem annyira pici, az 760 mm, és az össz nagyon pici külméretek ellenére még én is a 190 centimmel amúgy tök kényelmesen ülök rajta, tehát bőségesen motoroztam már vele, és semmiféle kényelmetlenség nincs, kemény az ülés, azt alá kell írni, de azon kívül halál jól lehet utazni rajta. És hát hiába kényelmes nekem a kis Brixton, de az egy teljesen egyértelmű dolog, hogy nem az én méretosztályom, ezt nálam kisebb embereknek találták ki, és hogy most igazából csináljunk tényleg egy komplett tesztet, ezért megkérem Anitát, hogy gyere légy szíves, és próbáld ki te is, mégiscsak hozzád úgymond így optikailag sokkal jobban illik. Na, hogy ér le róla a lábad? Mert ugye a ülésmagasság az egy annyira nem magas. Na, leérsz? Leér a lábam. És? Igaz, hogy csak az egyik, leér. Nem mind a kettő, de legalább leér. Viszont a térdszöged az sokkal jobb, mint az enyém. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy ezért te is menjél majd vele egy kört. A blokk még csak meg sem közelíti az A1-es kategóriának a teljesítmény határát, hiszen a 125 cm-ből 11 lóerőnél egy picivel többet, mondjuk 11 lóerő meg az apró hoztak ki a mérnökök, ami azt jelenti, hogy se nem pörgi szét magát, vélhetőleg teljesen jó, kiszámítható, hosszú élettartamot fog produkálni, hiszen ezek több évtizeddel ezelőtt konstruált japán motoroknak az utánérzései, amik tényleg végtelenségig kiforrottak, nincsenek agyonfacsarva, és érdekes módon ez a blokk még a motornak a kis külméretei miatt így is meglepően jó menetteljesítményeket tud nyújtani. Nincs nagyon bonyolítva a futómű és a fékrendszer sem, elől van két sima teleszkópunk, hát nagyjából így ránézésre végtelenül vékonykák és nem is túl hosszú a rugóútjuk. Ehhez a tömeghez, ehhez elegendőek, mondjuk azt tegyük hozzá, hogy akkor, hogyha egy kisebb tömegű motoros ül rá, mint én, mert ez már egy picit sok volt neki, főleg a hátsó rugóstagnak, ami ugye nyilvánvalóan nem állítható, és az én
testsúlyommal bizonyos körülmények között már nem volt tökéletes. A fékrendszer az egyébként meglepetésszerűen hatékony, elől-hátul tárcsafékünk van, és ugye mivel a jogszabály azt írja elő, hogy legyen kombinált fékrendszer egy 125 köbcentiméteres motorkerékpáron, ezért ez itt megvan. Új módon, hogy én a tapasztalataim alapján úgy érzem, hogy az első fék az csak előre dolgozik, és egyébként nincs nagyon kiélezve, lévén, hogy ott csak az egyik dugattyút mozgatja az első féknek a két dugattyús nyergén, viszont a lábfékünk az mozgatja az egy darab hátsó dugattyút is, meg a másik elsőt is, tehát magyarul a lábfék adja az első fékhatásunknak az 50%-át, de ezt érezni is menet közben, és ez a lábfék ez viszont egy picikét érzékeny, tehát azzal olyan nagyon-nagyon ésszel kell bánni. A végtelenül egyszerű futóműnek egyébként az aszfaltos komfortja az egyrészről meglepően elfogadható, másrészről viszont meg küzd komoly kihívásokkal. Ugyanis az a helyzet, hogy a negatív úthibákat, ilyen csatorna, fedlapok, kátyúk, huplik, meg ilyenek, azokat meglepően jól viseli. Viszont a pozitív úthibákat, tehát amik ilyen aszfalt felgyűrődések, azokat meg nagyon rosszul viseli. Az is igaz, hogy valószínűleg az én testsúlyom az túlterheli a motort, és mármint hogy a futóművét, és ez is okozhatja ezt a problémát, de tény, hogy ő neki nagyon komoly felütései vannak, amikor mondjuk ilyen 80-as, 90-es tempóval komolyabb aszfalt felgyűrődéseken, mondjuk ilyen M3 bevezető, meg ilyenek, ahol mentem ilyeneken, ott nagyon komolyan megüt, tehát ilyen felsziszenés, vagy jaj, veszékelés szinten, azt tudomásul kell venni, de aztán lehet, hogy 60 kilós embernél mindezek a problémák, ezek egyszerűen nem jelentkeznek. És ami egy fontos dolog, hogy megfordulni, azt egy ilyen helyen is tök könnyű vele. A kis méretnek és a kis súlynak egyébként egy csomó előnye van, például, hogy talán nincs is olyan motor, amivel olyan kis helyen meg lehet fordulni, mint ezzel. Ennyi az egész. A világításunk az mindenhol ledes. Elől a kis kerek fényszóróban van egy ledes tompítottunk meg reflektorunk, illetőleg a nappali menetfényt azt szintén manuálisan tudjuk tompítottra váltani, tehát így van a tompított, és innen tudok refizni, fénykürtözni, azt pedig külön nem tudok, hanem csak a kapcsolóval tudom váltogatni, illetőleg így váltok vissza nappali menetfényre, és az irányjelzők is ledesek. Nagyon érdekesség, hogy az irányjelzőt azt manuálisan kell így jobbra-balra tolni, és mindig vissza kell tolnunk, tehát nem megnyomjuk és úgy váltjuk, hanem eltolom és visszatolom, meg eltolom és visszatolom, tehát ez az igazi klasszikus old school stílus, tehát ezzel egyébként nincs is semmilyen különösebb baj. Ami nekem egy kis probléma volt, hogy ezzel a motorral most kivételesen úgy dobta a gép, hogy kellett mennem szurok sötét éjszakában, és hát hogy ennek a ledes tompítottnak a bevilágított területe az mondjuk úgy, hogy hagy némi kívánnivalót maga után. A műszerfal az egyébként, ezt már láttuk másik Brixton modellen, egy ilyen végtelenül egyszerű 16.000-ig skálázott fordulatszámmérővel, mondom, hogy sose forog annyi, tehát 12 előtt vége van a 125-ös blokknak, tehát 11.000-2.000 környékéig forog el, de van rajta egy üzemanyagszint kijelző, egy összkilométerünk, az üreset azt mutatja, de egyébként fokozatkijelzőnk nincs, és alul látjuk a pillanatnyi sebességünket, ez az össze, amit tud. A Brixton Crossfire 125X-es pontosan azt hozza tehát, amit a gyár megígér, mert hogy az angol nyelvű honlapon egyetlen egy mondatot találunk leírásban a motorral, hogy ez kizárólag a fun factorról, vagyis a vigyorgásról és az élvezetről szól, és ez tökéletesen hozza. Akár nézed a motort kívülről, akár motorozol vele, nyilván a gyengéit tudomásul kell venni, de ezzel együtt egy akkora buli vele motorozni, hogy akiknek ez a része fontos ennek az egész két keréken való közlekedésnek, azok egy nagyon jó partnert fognak benne találni, és emellett egyébként egy fontos ütőkártya az ár, mert hogy a magyar importőr weboldalán 750.000 forintos árcédulát találunk áfával együtt, amihez még nyilván ilyen forgalomba helyezés regadó hozzájönnek, de úgyis azt gondolom, hogy ebben a kategóriában, ha nem a legolcsóbb, akkor nagyon ott az élen versenyzik árával ez a típus, és amit nyújt menet teljesítményében, meg minden egyébben, ahhoz képest én azt gondolom, hogy ezért a buli faktorért ez az ár, ez nagyon-nagyon méltányos. Amennyiben tetszett a videó, és ez a baromi vicces kis motor, akkor nyomjál rá egy lájkot. Lent a leírásban megtalálod az írott cikket műszaki adatokkal, meg minden egyébbel, értékeléssel, pontozással, minden egyébbel együtt. Fotók is lesznek még ott a gépről, illetőleg ott találod azt a linket, amin át támogatni is tudod a munkánkat.
és hogyha még nem tetted, akkor természetesen iratkozzál fel a csatornánkra, kérjük, és nézd meg korábbi tartalmainkat, és köszönjük, hogy velünk tartottál!